nagyon örültem, amikor a vezetőedző felhívott, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és hogy engem is szívesen várnának. Egyből el is fogadtam, és nagyon vártam már. Megtudtam, hogy itt azért több korosztályból fiatalabbak is csatlakoztak hozzánk, és sok új arca ismerkedtem meg, de szerintem nagyon jó hangulatot sikerült az öltözőbe, és az öltözőn kívül is a jéges edzéseken kialakítani. Itt inkább az ilyen aprólékos, ilyen kis technikai részletekre próbálunk koncentrálni, hogy egy jobb képet kapjunk, hogy a szezon során miben szorulunk inkább fejlesztésre, és miket tudunk majd gyakorolni, hogy tovább tudjuk ezeket a kis részleteket fejleszteni. A tábornak szerintem a másik célja talán, hogy a stáb, a vezetőség pontosabb képet kapjon arra, hogy az augusztusban rendezendő tornára, ami egy úszas, elég rangos torna, arra milyen csapatot és kiből állítson össze. Nyilván sok hiányzó van, sokan nem tudtak eljönni, de ettől függetlenül szerintem jó néhányan innen is be fognak kerülni, és nekem is ez a célom. Szeretném a lehető legjobbat nyújtani, és folyamatosan minél több részletre odafigyelni, és ezzel a fejlődésemet segíteni. Nekem szerintem a ilyen kori technika és ilyen különböző jelváltások, talán amik a gyengeségeim, ez még szezon közben sem ment annyira jól, így pedig, hogy már hónapok óta igazából nem voltam igen így, és kifejezetten berosdásodtak a lábaim. Az erősségem szerintem a korongos játék, esetleg a passzolás, vagy a kapáslövésekben tudok talán a többieknél jobbat, de a korong nélküli játék és az ilyen élváltások, amik még szerintem fejlesztésre szorulnak. Voltam már jó néhány ilyen válogatott összetartáson régebben, és tudom, hogy itt mindig sokkal nagyobb tempóval kell teljesíteni, de én ezt szerettem, és szerintem mindenkiből a legjobbat hozza ki, hogy jobban kell oda tenni magad, hogy bekerülj a lehetséges helyekre.